Önök a Hír Hét legfrissebb adását látják február 25-én. Mai hírműsorunk tartalmából röviden. Szejfert Imre kiállítása Semsei kastélyban. Korlátozott sztrájkjog. Adásunkat a február 22-én megtartott vállalkozói fórummal kezdjük. A foglalkoztatási paktumok az elmúlt időszakban széles spektrumon igyekeztek segítséget nyújtani álláskeresőknek, vállalkozásoknak. A február 22-én tartott fórum visszatekintés volt a feladatok elvégzésére, valamint bemutatták a 2022-ben újként belépő TOP plusz pályázati lehetőséget. Ennek a fórumnak a lényege az, hogy partnerségi együttműködés alakul ki egyes területek között, akár Hajdú-Bihar megyében, akár az ország más területén. Nagyon fontos ez a partnerségi együttműködés, hiszen azt látjuk, hogy most már nem lehet egyes területeket, az országnak egyes területeit, hogy mondjam, felosztani arra, hogy az egyik csak mezőgazdasági terület, a másik ipari terület, hiszen annyira felgyorsult manapság a fejlődés, hogy minden téren, az ország minden területén felbukkannak különböző vállalkozások, és ezeknek a segítése, ezeknek az együttműködése nagyon fontos, ennek a koordinálása szintén nagyon fontos feladat. Ebben a munkában most a paktummal kapcsolatosan konzorcium vezetői szerepe van Balmazújvárosnak. Ez azt jelenti, hogy mi vittük végig a mi partnerségi koordinátorunkkal és a mi, úgy mondom, a alkalmazásunkban lévő paktumos munkavállalókkal az egész konzorciumi feladatot. Lassan a végéhez közeledik. Igazából a paktumnak a legnagyobb haszonélvezői Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Nánás városa, nyilván máshova is jutott ebből, nem irigyeljük senkitől ezeket a pénzeket, hiszen ezek azok ahhoz kellettek, hogy egy-egy vállalkozás megindulhasson, egy-egy vállalkozásnál a tőkeerő megjelenjen, illetve magának az eredménynek a kivárásához szükséges idő alatt tudja finanszírozni mondjuk a vállalkozás a munkaerőt és a járulékait. Balmazújvároson Csige Tamás koordinálta, a paktum nyújtotta lehetőségeket. Ez a fórum az Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködési Fórum keretében jött létre. Ez egy topos pályázat keretében működött az elmúlt két esztendőben, amelynek az volt a célja, hogy három járás, a Balmazújvárosi, Hajdú-Nánás és a Hajdú-Böszörmény járás területén nyújtson segítséget foglalkoztatóknak és munkavállalóknak egyaránt. Ebben a konzorciumban részt vettek települési önkormányzatok is, magában az Együttműködési Fórumban, míg magában a paktum szervezetében három konzorcium partner vállalt szerepet, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya és Balmazújváros önkormányzata. Így ez a hármas munkaszervezet létrejött, biztosította a paktumnak a működését, amely keretében most már itt a vége fele járunk, jól látható az, hogy nagyon sok munkavállalónak sikerült pont a pandémiás helyzetben segítséget nyújtani az elhelyezkedésben. Ez elsősorban foglalkoztatási támogatásban tudott megnyilvánulni, de volt képzési támogatása is, illetve lehetett pályázni a rendszeren belül, akár albérlet támogatása is, aki esetleg máshol talált munkahelyet. Ez nem volt, megmondom őszintén, jellemző. A leginkább és a legnépszerűbb szakasza az a munkavállalók részére biztosított a munkaáltatókon keresztül a foglalkoztatási támogatás volt. A feladat szerteágazó volt a paktum keretében. Ez egy több száz milliós projekt volt, amely keretében a legnagyobb résszel a kormányhivatal gazdálkodott. Ez volt az, ahol a foglalkoztatási támogatások folyósítására, illetve a képzésekre volt lehetőség, míg a munkaszervezetet az Balmazújváros önkormányzata biztosította a foglalkoztatási fórumnak, és stratégia alkotás is szerepelt benne, illetve önkormányzati jó gyakorlatoknak, vagy olyan foglalkoztatási jó gyakorlatoknak is a népszerűsítése, amely lehetőséget vagy mintát tudott adni vállalkozásoknak. Mindamellett megszervezésre került a fiatalok elhelyezkedéséhez kapcsolódó fórumok is. Sajnos ugyanúgy, mint a vállalkozási fórumok, jelentős része online formában került megszervezésre a mögöttünk lévő két esztendő, sajnos leginkább a pandémiás helyzetről szólt. Ma viszont sikerült személyes jelenléttel megszervezni ezt a fórumot.
Az ismét személyes jelenlétben megvalósuló találkozón számos új információ kerülhetett az érintettek látáskörébe. A mai fórumon az iparkamara is, mint stratégiai partnere a foglalkoztatási fórumnak, a paktumnak, ahogy a munkanéven szoktuk nevezni, az iparkamara és a vállalkozás fejlesztési célok megvalósítása érdekében olyan többlet információt igyekszünk szolgáltatni a jelen lévő és a jelen nem lévő vállalkozások részére is, amely a vállalkozások fejlődését tudja szolgálni. Itt az utóbbi időben megjelent hitel forráshoz való juttatásnak ugye a Széchenyi Go program keretein belül biztosítható források lehetőségéről fog tájékoztatást kapni a jelenlévők. A hitelfinanszírozás kapcsán rendkívül kedvező ajánlások hangzottak el. Fontos, hogy a pályázatok vagy hitelkonstrukciók alapján milyen lehetőségekhez lehet jutni. Több év kihagyás után újra Balmazújvároson állították ki Seyfert Imre alkotásait. Ez alkalommal számos téma képviseltette magát a kiállítóteremben. A falakon egymást követték a színnel telített festmények, melyek között megtalálhatóak önarcképek, csendéletek, tájképek. A kiállítás címe Színélmények, nagyon találóan. Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit február 23-án a Semsei kastélyban a Seyfert Imre alkotásait felsorakoztató kiállítás. Eltelt ugyan 8 év, amíg nélkülöznünk kellett Balmazújvároson a művész festményeit, de ezen időszak igencsak termékeny volt. Mivel érkezett a mai napon akkor, egészen pontosan hány képpel, hány festménnyel és milyen témákat képviselnek? Hát összesen 41 kép fért ki itt a falakra. Igyekeztem úgy összeválogatni a képeket, hogy azért legyen egy összhangja az egésznek, és mint ahogy a kiállítás címe is mondja, színélmény, igyekeztem minél vinábban, minél erősebb színekkel operáló képeket kitenni a falra. Azt gondolom, így a télutó végén mindenki ki van éhezve a igazán izgalmas, erős, impulzív színekre, és ez talán még terápiás hatással is van ránk, a jó kedvünket fokozza. Lehet-e tudni, hogy milyen civil foglalkozással bír az, aki ilyen változatos, színes és témában is nagyon kellemes festményekkel érkezik Balmazújvárosra? Hát a civil hivatásom az egy hivatásos tűzoltói munka. Hivatásos tűzoltó tisztként dolgozom, a katasztrófavédelem köteleikében. Ez a téma nem ihlette meg a festészeti gondolkodását még egyszer se, hiszen itt látunk tájképeket, gyönyörű virágokat, csendéletet, lovakat, portrékat, tűzoltós képet nem látunk. Készült már tűzoltós kép is, igazából legtöbbször konkrét céllal, de be kell valljam, hogy mikor a szabadidőmben témákon gondolkodom, vagy témára vadászom, akkor nem annyira a szakmai élmények jönnek elő, hanem inkább teljesen más világ fele irányul a figyelmem. Festményekről beszélünk, milyen technikákat alkalmaz, biztos van ennek valami hivatalos megnevezése, nyilván kívülállóként kérdezem. Hát amit itt láthatunk, az leginkább vászorra, olajképek, vagy farostlemezre. Egyébként ez a fő irány nálam, az olajkép, de vannak azért elvétve kollázsaim, porpasztel, akvarell, próbálkozom más technikával is, de be kellett látnom ennyi év után, hogy a szívemhez legközelebb az olajképek állnak. Mondta, hogy itt említett, hogy több év alkotásai vannak. Melyek a legfrissebbek, vagy van-e ezek között kedvenc? Hát igen, a kedvenc az általában az, amelyik legutóbb készült el, hiszen az a legfrissebb, az a legintenzívebb élmény az emberben. Aztán az évek múltán ez vagy változik, és kicsit visszaesik a rangsorban, vagy van egy-két olyan darab, ami tényleg megmarad olyannak, hogy azt gondolom, hogy igen, ehhez még most sem tudok hozzátenni, vagy elvenni, úgy jó, ahogy van. Akad ilyen kép, most így nézelődöm,
Azért például ez az erkély jelenet, azt gondolom, hogy igen, ez még most is megmozgat, így egy év után, kettő után. De van itt olyan kép, amelyiket már vagy háromszor elővettem, és újra festek rá, és tovább folytatom, mert egyszerűen elégedetlen vagyok vele. Most talán így ránézek, és azt gondolom, hogy lehet megérkeztünk, és hogy most már tovább nem kell vele foglalkozni. A járvány okozta bezártság, egy kicsit ingerszegényebb környezet. Mit vált ki egy művészből? Hát a bezártság, az egyedüllét, azt gondolom, hogy tőlünk alkotóktól nem árt távol, hiszen az alkotás folyamatában legtöbben azt szeretjük, ha akkor nem zavarnak, és egy zárt térbe vagy területen teljesen el tudunk vonatkoztatni a külvilágtól. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy engem annyira ez a bezártság nem viselt meg. Igen, nagyon sok kép született egyébként abban az időben, mikor a hivatalos szervek elrendelték azt, hogy nagyon ne érintkezzünk egymással. Azt gondolom, sokan akkor, akik alkotással foglalkoztunk, belevetettük magunkat ebbe a lehetőségbe, hogy akkor igen, akkor most tudunk egyedül lenni, tudunk befele fordulni, és tudunk azzal foglalkozni, ami átsegít bennünket ezen a dolgon. Hány éve kezdte a festészetet, illetve mikor kezdett el vele foglalkozni? Hát vele foglalkozni azt gondolom egészen gyermekkorom óta foglalkozom folyamatosan. Talán az első mérföldkő, ami így megvan a fejemben, az 93-ban volt az első önálló kiállításom, és azóta is folyamatosan alkotok, és ha van lehetőségem, akkor meg is mutatom ezeket az alkotásokat. Lehet-e tudni, hogy összesen hány mű született ez alatt a 25 év alatt? Hát pontos számot nem tudok mondani, de azt gondolom, hogy közelít az 1000-hez. Ezek az alkotások hova kerülnek? Családtagok is kapnak esetleg, van akinek megtetszik, otthon a lakásba kiállítja ezeket, vagy használja, díszíti a lakást. Tehát mit szól a család tulajdonképpen ehhez a... Hát ezt azért már nem nevezném hobbinak, hanem ez egy elhivatottság. Hát nagyon sokféle útja van. Természetesen a lakásban is megtalálható. Az is természetes, hogy cserélődnek, mert van miből. De hál' Istennek, és azt gondolom, talán az egyik legnagyobb elismertség, mikor valaki annyira megkedvel egy képet, vagy megszeret, hogy megvásárolja. Hát azért nagyon sok képen magánkézben van, de tényleg sokféle. Elindult már a világba, külföldön is megtalálhatóak, úgyhogy önálló életre kelnek, akkor kikerülnek a kezem alól. Készült olyan alkotás, amitől nem tudott megválni? Nem. Volt olyan, amitől nehezen, de hogy mindig bennem van az a pozitív elgondolás, hogy fogok tudni még olyat, sőt jobbat is, és az átsegít azon, hogy meg tudjak válni akár a akkor legjobbnak gondolt képtől is. Meg egy öröm számomra, ha valaki tényleg akarja magának, és ez az öröm, hogy másnak örömet okozhat, ez átsegít ezen. Dolgozik-e most jelenleg valamin, ami nem került itt még kiállításra, illetve még sok változtatás vár rá, esetleg új téma, vagy más témák? Most jelenleg éppen alkotás közben nincs semmi otthon a festőállványon, viszont fejben már foglalkoztatnak témák, és nagy régen vettem teljesen fekete alapozású vásznakat, úgyhogy most szerintem a következő kép egy ilyen fekete vásznon fog elindulni, és valami új technikával próbálkozom, ami még nem állt össze a fejembe. Szejfert Imre Debrecenben született, de mindig is Balmazújvároson élt. A Debreceni Egyetem bölcsészettudományi karán diplomázott. 1993-tól mutatkozik be folyamatosan a nagy közönségnek önálló és csoportos kiállítások keretében. A Balmazárt Képzőművészet Egyesület elnöke, a Balmazárt Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor szervezője és vezetője. A színélmények kiállítás április 23-áig látogatható a kastély nyitvatartási idejében.
Futótűzként terjed a polgári engedetlenség. Egyre több résztvevővel folytatódik a pedagógusok akciója, miután a kormány rendeletben korlátozta a sztrájkhoz való jogukat. Egyre több vidéki városban csatlakoznak tanárok, sőt egyre többen általános iskolákból is. Ők február 22-én 8 és 12 óra között nem végeztek oktatási-nevelési tevékenységet. Ismét Totyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével beszélgetünk, hiszen itt napról napra változik a helyzet, fokozódnak a körülmények, hol tartunk most, mi történik a pedagógus társadalomban, haladunk-e a siker felé? Hát a siker felé az még nagyon messze van, mert a sikerhez politikai akarat kellene a kormány részéről, és ez a politikai akarat hiányzik az ellenoldalról, ahhoz, hogy megfelelő bérrendezést tudjon végrehajtani. Ráadásul a fedezetet most az Európai Bizottság megteremtette, hisz a béremelésnek 30%-os fedezetét az Európai Bizottság az európai fejlesztési forrásokból a pedagógusok részére biztosította, és a kormánynak egy másik 20%-ot kell hozzátenni erőből, és a kormány ezt nem hajlandó megadni, az időt húzza a választások utáni időszakra, illetve 2023-ig. Ráadásul 100 millió eurót adott a boszniai szerb köztársaságnak segélyként, ez nagyjából a pedagógusoknak júniustól egy 15-20%-os béremelését fedezte volna. Tehát még azt sem mondhatja, hogy forrás nem állt rendelkezésre, inkább segélyként odaadta egy olyan országnak, ahol egy darab magyar nem él. Így nem is értjük a kormánynak a viselkedését, mert pénzt szétszór mindenre, és arra nem fordít pénzt, amire szükség lenne, mert ebben az állapotban most az az alapvető kérdés, hogy ki fog tanítani. Tudunk olyan települési iskoláról, ahol a kötelező oltás bevezetése miatt március közepén be kell zárni az iskolát, mert nem lesz annyi pedagógus, mint ahány osztály működik az intézménybe, és a tankerület nem tudjuk, hogy honnan fog előteremteni ennyi pedagógust. Tehát nagyon komoly belső feszültségek vannak a rendszerben, és ráadásul a kormánynak a Lex Pedagógus Strike nevű törvénnyel nem, hogy csitította volna a hangulatot, hanem olajat öntött a tűzre, és a polgári engedetlenség mozgalmak megindultak az oktatási intézményekben. És nem tudja most a politikai síkra terelni, mert egyházi iskolák is csatlakoztak az engedetlenségi mozgalomhoz, így nem tudja azt mondani, hogy a baloldal szervezi ezeket a rendezvényeket, hanem egyszerűen a pedagógus társadalomnak elege lett a kormánynak ebből a viselkedéséből, és azt mondták, hogy eddig is nem tovább. Mi ez az engedetlenségi mozgalom, polgári engedetlenség, hát hogyha valaki minden pontos részletében nincsenek tisztában. Mi történik ebben a résztvevőkkel? Hát a résztvevő kollégák, ugye a szakszervezet nem szervezhet polgári engedetlenségi mozgalmat, ezt szeretném hangsúlyozni, és ebben semmilyen tevékeny szerepet nem óhajtunk vállalni. Annyit tudunk, hogy a maga a polgári engedetlenség az azt jelenti, hogy a munkavállalók, mikor a sztrájk törvény előírásainak nem tudnak eleget tenni, akkor a polgári engedetlenséghez folyamodhatnak. Itt a munkát tagadják meg, és a munka megtagadással próbálják kifejezni azt, hogy a sztrájk körülményei között nem tudják az érdekeiket érvényesíteni, ezért engedetlenséghez fordulnak. Általában az intézményvezetőhöz fordulnak, hogy adott napon a munkát nem veszik fel a kollégák, megjelennek a munkahelyen, és nem veszik fel a munkát, és a feladatokat nem hagyják ellátni, és valamilyen cél érdekében tiltakozásokat szeretnék kifejezni. Itt most az alapvető tiltakozás az a pedagógus sztrájknak a korlátozása, illetve az ellehetetlenítése. Ez a nevezetes 36/2022-es kormányrendelet, amely az alaptörvénybe biztosított sztrájk jogot korlátozza a járványügyi intézkedésekre való hivatkozással. Ez a törvény egyébként egy rendkívül felháborító és rendkívül érdekes, ismételten a jogalkotásnak az egyik katasztrófájának lehet tekinteni.
amit itt végrehajtottak, ugyanis egy olyan törvényt hoztak, amit a hétköznapokban nem lehet betartani, mert ha betartanánk, akkor az iskola élete megbénul. Mondok néhány példát. Tehát a sztrájk idején az oktatási intézményekben nem lehet osztályokat összevonni. Hát ha most a hétköznapokban ezt megvalósítanánk, akkor nem lehetne tartani fakultációt a gimnáziumokban, nem lehetne énekkart tartani, nem lehetne úszásoktatásra vinni az osztályokat, és lehetne tovább sorolni. A fertőtleníteni kell a tantermeket, amikor különböző osztályok cserélődnek. Ha most a kollégáink megtagadnák a munkát, amikor nem fertőtlenítik az osztályok cseréje alkalmával a tantermet, mivel már nincs annyi technikai alkalmazott, hogy ezt meg tudják csinálni, akkor abból országos botrány lenne. De ez alapján a Lázár Ervin programra se lehetne vinni a gyerekeket, nem lehetne vinni a Határtalanul programra, sőt, tanulmányi versenyekre nem lehetne vinni, mert keverednek a gyerekek. Délután a tanulószobát, a napközit sem lehetne megtartani, mert ott is különböző osztályokba járó gyerekek keverednek. És akkor ezeket a feladatokat plusz feladatként kellene a pedagógusokra kiosztani, és az ehhez járó túlmunkát ki kellene fizetni. Hát ha nagyon harciasak lennénk, akkor ezt minden további nélkül meg lehetne tenni, és egyszerűen anyagilag bedőlne minden tankeret, mert erre a plusz fedezetük nincs meg, és működésképtelenné tudnánk tenni a hétköznapi életekbe az oktatási intézményeket. Ráadásul a törvénynek az indoklása rendkívül érdekes, arra hivatkozik a törvény indoklása, hogy a Bajnai Gyurcsány kormány egyhavi fizetést elvett a pedagógusoktól, és nem tiltakoztak. Ez le van írva a jogtárban. Én azért szeretném felhívni a kormány figyelmét, hogy ez a kormány 17 havi fizetést vette minden pedagógustól, és türelmesen kivártuk az utolsó pillanatig azt, hogy a kormány ezen a helyzeten változtasson. Hogy törvényszövegébe beírják azt, hogy az előző kormány egy havi fizetést elvett, és ezért nem tiltakoztak a pedagógusok, azért az rendkívül érdekes és meghatározó a jogalkotás történetében szerintem. Bár nem vagyok jogász. Jelenleg milyen feltételeket kívánnának, hogy biztosítsanak a pedagógusok a sztrájk idején? Ugye az köztudott, hogy a sztrájk alatt a pedagógus fizetést nem kap. Ennek ellenére ugye biztosítani kell a minimum feltételeket. Az eredeti sztrájk törvény a mi értelmezésünk szerint a még elégséges szolgáltatásban nem tartozik bele a közoktatás. Ugyanis a nemzetgazdaság működése szempontjából meghatározó ágazatok részére kell minimális szolgáltatást meghatározni. Ez a gázszolgáltatás, áramszolgáltatás, vízszolgáltatás, tömegközlekedés, az energiaszolgáltatás, de ugyanebben beletartoznak a benzinkutaknak a nyitvatartása is, vagy a boltoknak a nyitvatartása is. Hát ebben nem tartozik bele az oktatás. Ennek ellenére a pedagógusok szakszervezete, illetve a pedagógusok demokratikus szakszervezete azt mondta, hogy nem önmagáért való célként, de a gyerekekkel nem tehetjük meg azt, hogy ott, ahol a szülők nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet, akkor ott a gyermekfelügyeletet elvállaljuk, ráadásul a bentlakásos intézményekben a teljes ellátást biztosítottuk volna minden gyerek részére. Ezzel szemben a kormány azt mondta, hogy biztosítani a tanítási óra 50%-át meg kell tartani, a felügyeletek során minden osztályban, ha egy gyerek van bent, akkor is az egy gyerekre egy pedagógusnak vigyázni kell osztályonként, tehát teljesen kívülíti a sztrájkjogot a járványra való hivatkozással, és az étkeztetés mellett a levegőztetést és minden más egyebet biztosítani kell, és a végzős osztályoknak minden tanítási órát meg kell tartani, az érettségire és a 8. osztályos tehát az érettségére készülő osztályoknál, illetve a 8. osztályoknál is ezeket meg kell tartani. Ráadásul szankciókkal fenyegetik a szülőket is, hogyha nem viszik a gyerekeket a sztrájk idején az oktatási intézményekbe, akkor igazolatlan órát fognak kapni. Tehát ez egy rendkívül ellentétes, ezért is fordultunk az Alkotmánybírósághoz. A beadványt a tegnapi nap folyamán beadtuk az Alkotmánybírósághoz, a társszakszervezettel közösen.
A január 31-i sztrájkra vonatkozó másodfokú ítéletet kapcsolatban fellebezést nyújtunk be a kúriához, illetve egy másik bírósági beadványon is éltünk, ahol a bírótól azt szeretnénk kérni, hogy az alkotmányt sértő, illetve az alaptörvényt sértő jogalkotás miatt ennek a híres 36/2022-es kormányrendeletnek a felfüggesztését kérjük, és a felfüggesztésre és az alkotmánybíróságnál a bíróság is indítson vizsgálatot, akkor a jogszabály felfüggesztése kerül, és akkor minden körülmények között nem a kormány kottája szerint a sztrájkot meg tudjuk tartani március 16-án. Egyébként nem véletlenül határoztuk meg azt, hogy határozatlan idejű sztrájkot tartunk, mert ha véletlenül a bírósági döntés határideje kicsúszik, akkor mi is a kezdés időpontját annyival odébbra tudjuk tenni. De abba a hibába nem akarunk belesni, mint január 31-én. A január 31-i kétórás munkabeszüntetésnek voltak végül is következményei, szankcionálták? Hát a szülőket próbálták szankcionálni, hogy ha a gyereket nem vitték be, akkor igazolatlan órát kap. Aztán azért a jogszabályban megkeressük azokat a egyértelmű utalásokat, hogyha tanítási órát nem tartottak, akkor ott nem lehet igazolatlan órát adni. És a végén elálltak a tankéletekettől. A pedagógusokkal kapcsolatban semmilyen szankciót nem tudnak, mert ugye a munkatörvénykönyv az van, hogy jutalmat kell elvonni. Hát amit nem kaptak a pedagógusok az elmúlt 10 évben, azt nagyon nem tudják elvenni tőlük. Legfeljebb a fél kiló szaloncukrot, amit a tankéletektől kaptak, de hát ez meg nem hiszem, hogy egy komoly érvágás. Nem szóbeli figyelmeztetés van, meg írásbeli figyelmeztetés van, és a KJT-ben a fegyelmi fogalmát eltörölték, tehát még fegyelmet sem tudnak adni. Az pedig aránytalanul súlyos intézkedés lenne, a pedagógusokat a sztrájk miatt elbocsátották volna. Nincs olyan bíróság még a magyar keretek között sem, aki ilyen típusú aránytalanságot magára tudna vállalni. Természetesen megy a presszió a tankeretek részéről is, és az intézményvezetők részéről is, de most azt érezzük, hogy ezzel a polgári engedetlenséggel egy gát átszakadt, és most már felteszik a tankeretek, az intézményvezetők is a kezüket, és semmilyen ellenállást nem folytatnak. Egyébként a szomszédos városban, Hajdúszoboszlón is volt iskola, aki magára vállalta az, hogy a polgári engedetlenségben részt vesznek, hanem is nagy létszámba, de az első vidéki város volt az, ahol a pedagógusok vállalták azt, hogy a sztrájkjognak a korlátozása ellen tiltakoznak. Tükrözi ez a polgári engedetlenség, hogy mennyire elszántak és elkeseredettek a pedagógusok? A kormány azt gondolja, ha ő erőt demonstrál, akkor attól megijedünk. Hát ettől nem ijedtünk meg, illetve, bocsánat, én itt könnyen beszélek, tehát a kollégák a végeken nem ijedtek meg, és bevállalták, és Magyarország történetének a legnagyobb sztrájkja alakult ki, létszámát tekintve, mert még egyszerre 27 ezer pedagógus, vagy 27 ezer munkavállaló nem sztrájkolt a rendszerváltás óta. Tehát visszájára sült el, és hát a kormány többször is tudtunk rá adta, hogy ő nem is fog béremelést adni számunkra, mert az a gyengeség jele az ő részükről, különösen a választások előtt. Én úgy gondolom, hogy ez a lehető legnagyobb butaság a kormány részéről, mert azok a források rendelkezésére állnak, amivel a bérkérdést rendezni lehetett volna, és ráadásul egy hajszányi különbség volt a munkaterhek csökkenés tekintetében a kormány és a szakszervezetek álláspontja között, tehát egy nagyon pici rugalmassággal ezt is meg lehetett volna oldani, és semmilyen tiltakozó akció nem lett volna. Ehelyett még olajat öntött a tűzre, és a palackot, a szellemet kiengedte a palackból,
és nagyon komoly ellenállásba ütközött, és hogy ez mennyire komoly, a kormányzati média részéről semmilyen szó nem esik arról, hogy mi történik Magyarországon a tiltakozó akciókkal az oktatás terén. És ráadásul a kormány is elismerte, hogy teljesen jogos a pedagógusok követelése. Idáig még ezt sem ismerték el, tehát egy hangnemváltás ugyan történt a kormányzati kommunikációban, de ez a hangnemváltás csak a hibák beismerését jelenti, hogy valóban bérfeszültség van, de a politikai akaratot nem tükrözi. Van még bármi, ami eltántoríthatja a pedagógusokat, a szakszervezetet a márciusi sztrájktól? Hát a kormány a tisztességes bért. Tehát előáll egy olyan ajánlattal, ami számunkra is elfogadható, és a pedagógus pályáról történő elárulást is meg tudja állítani. Hát a végső és hosszú távú cél az mindenféleképpen az lenne, hogy a diplomás átlagkereseteknek a 90%-ára legalább a pályán lévők bérét fel kell zárkóztatni, hogy versenyképesek legyünk, és meg tudjuk tartani a kollégákat, és a feladatokat el tudjuk látni. Hírműsorunk véget ér, de maradjanak velünk, Diagnózis egészségügyi percekkel, és a Quantum tudományos magazinnal folytatjuk adásunkat.